Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Hát kicsit féloldalosan áll a kamera. Le van szarva. Nem tudom úgy beállítani. Megint kusta voltam állványt tenni, úgyhogy állvány nélkül van a kamera, ezért olyan, amilyen. Tettem fel kérdéseket. Tettem fel egy kérdést. Nem is kérdést tettem fel, hanem ezt egy picit így elrébb. Úgy. Tehát kérdeztem, csak leírtam Anchoron és Facebookon is, hogy tegyetek fel kérdéseket, amire szeretnétek, hogy válaszoljak ebben a videóban. Hát Facebookon nem jött egy kérdése, de lehet, hogy nem is baj, azok a kérdések után, amit Anchoron kaptam. De ott viszont kaptam eleget, kezdjük is sorolni. Hol lehet kérdezni? Hegepapa kérdezte. Hegepapa, jó neved van. Hol lehet kérdezni? Bárhol, csak jusson el hozzám. Mit gondolsz Csabika 777-ről? Ezt 07-szer kérdezte. Hát Csabikáról, jobban mondott Csabika 777-ről, nem tudok mit mondani. Nem is gondolok róla semmit, mivel nincs meg se ismerősnek, nem volt vele soha még se dolgom, se problémám, semmim. Legalábbis nem emlékszek rá. Ha megvolt, ezek szerint annyira nem érdekel, meg annyira leszartam, hogy nincs róla véleményem. De majd bejelölöm barátnak, és megnézem, hogy micsoda, kicsoda, és mi a véleményem. Következő videóban. Szereted a rántott húst petrezselymes burgonyával, csemege uborkával, és miért igen? Hobbit kérdezte. Én neki volt egy kérdése, azt majd később. Hát szeretem a rántott húst. Nagyon szeretem a rántott húst, főleg, hogyha kicsit olyan szárazabbra van megcsinálva, mert az úgy nagyon jó. Még olyan puha, meg mit tudom én, az nekem annyira nem jön be. Picit szárazabbra megvan, hogy jól sütve, az úgy nagyon izé. Petrezselymes burgonyát nem szeretem. Semmilyen féleképpen. Burgonyát egyedül, hogyha szépen össze van törve, úgy faszán tejjel meg van csinálva, kikavarva, ilyenek, na úgy szeretem. Csemegeuborkát is szeretem, de ezt így egybe az egészet. Megenném, ha nem lenne más, de a petrezselymes burgonyát azért azt úgy hanyagoljuk. És miért igen? Hát azért, mert finomak a hús, az mindig finom húst, hússal is finom enni. Tudtátok? Ha nem tudtátok, most már tudjátok. Illetve volt még egy kérdése, hogy mióta és hogyan lettél VIP? Hát ez még valamikor 2009-ben kezdődött, hogy szerettem volna bekerülni Helpdeskbe. Hát bekerültem Helpdeskbe, utána pár hónap után pedig kineveztek moderátorra, aztán visszamentem VIP-ra, utána megint moderátor lettem, megint VIP lettem, aztán megint moderátor lettem, és utána megint VIP, és az most marad, míg el nem veszik. De igazából nem inném, hogy van miért elvegyék. Tehát így lettem VIP. Következő kérdés, honnan a Salánki elnevezés? Jack Daniels 08 írta. Salánki elnevezés az nagyon-nagyon egyszerű egyébként, tehát vezetéknév. Minden oldalon ugyanezzel a nickkel vagyok fent, szinte mindenhol. Mivel mindig szabad volt, hát akkor miért ne regisztráljam én ezt a nevet. Ennyi az egész. Meg most minek találják ilyen VF-fasságokat? A Jack Daniels szerettem amúgy, de a 08-at nem értem. Mindegy. Tehát ez a lényeg, a vezetéknév. Hogyan lettél VIP? CityXV4 kérdezte. Biztos szarul olvastam a neved. Már szerintem még te se tudod kiolvasni. Hát elmondtam az előző kérdése válaszként. Previ kérdi, hogy szeretem-e? Nem szeretem. Nem szeretlek. Egyedül barátnémet szeretem, meg a kutyáimat. Meg magamat. Se. Na, akkor következő kérdés. Kit szoptál a VIP rangért? Ezt Boba 0514 kérdezte. Hát... sajnálok, hogyha neked csak így fog sikerülni. Most erre mit lehet válaszolni? Elég sok kilométer van a mindegy között, meg közöttem. De ha te közelebb vagy és így meg tudod oldani, sok szerencsét hozzá. Egy 10-es skálán milyen a kedvenc, melyik a kedvenc színed az ABC-ben? X írta. Hát ez annyira értelmes kérdés volt, mint a nick neved szerintem. Egyébként, hogyha színekről van szó, most, hogy így a hülyeséget félretéve, én a sötét színeket szeretem, piros, sárga, világos, zöld, narancssárga, meg lila, meg ilyen rózsaszín, ezek is tarból kilőve, sötétkék, sötét, zöld,
fekete, szürke még elme, sötét barnák. Mondjuk ezt a kéket se annyira kedvelem, csak barátném szerint kihozza a szemem színét, mert kék. Mi a kedvenc kajád? Ezt is ő kérdezte. Hát, ez elég érdekes kérdés, mivel úgy nem igazán van kedvenc kajám. Vannak dolgok, amiket nagyon szeretek, például a sonkát sonkával, tejfölt, de ezek így nem is konkrétan kaják. Hát konkrét kaja, most mondjam, hogy fast food, de azt sem mondom, mert az sem egy konkrét kaja. Nem tudom. Tehát sok mindent szeretek, és sok mindent nem szeretek, de így nem igazán van egy kedvencem, amit most, hogyha én hazamegyek, vagy bármi, akkor nekem azt most azonnal csináljátok. Tehát nem, milyen nincs. És mikor kéred meg a barátnőt kezét? Na igen. Hát, ha minden jól megy, hamarosan. Remélem nem látja ezt a videót. Bár úgy is tudja. Már így több mint 4 év után gondolom számít rá. Már nem gondolom, hanem tudom, hogy számít rá. Terve is van véve, csak ki kell alakuljanak a dolgok, hogy lehető legyen. Hege papának még van 6 kérdése. Hány éves voltál, amikor 18 éves voltál? Hú, bazd meg, ez nagyon fogós kérdés. Talán 18? Vagy 19? Szereted a sunasaftot? Szeretem. Tudod mi az a pöcök zsír? Hát nem. De szeretném, hogyha nem is mondanád majd el. Nem vagyok rá kíváncsi. Főleg nem a pöcködre. Nem. Ha egy mosómedvének 7 kicsinye van, és nincs semmi ideje, amikor... Ideje akkor, mikor mos. Még egyszer. Ha egy mosómedvének 7 kicsinye van, és nincs semmi ideje, akkor, mikor mos. Hát bazd meg, mosómedve. Non-stop mos. Olyan, mint a dohánybolt. Bár nálatok az is nyitva non-stop. Mint a fast food. Éjjel-nappal nyitva van, éjjel-nappal mos, mivel mosó medve. Ennyire egyszerű a válasz. Ilyeneket kérdezni? Szereted a sajtburgert sajt nélkül? Igen, imádom. Tegnap is azt tettem, és tettem be létvors sajtot. De amúgy nem, mert sajtosan vettem meg. De amúgy szeretem sajt nélkül is. Most régen se tettek bele sajtot, mégis ettük a hamburgert. Sőt, még finomabb volt abban régi szép időkben, mint most. Tehát 10 évvel ezelőtt olyan finom hamburgereket lehetett tenni, hogy azt öröm volt élvezni, enni. Most meg bazdmeg megveszed, semmi íze nincsen, semmi vizé. Nagyon ritka hely az, ahol még normálisan megcsinálják, és tényleg van is értelme. Hogy csinálják? Dolgoznál autós moziba ülésfestőként? Nem. Nem szeretek festeni, nagyon gani munka szerintem, tehát nem nézek én le senkit, aki festő, de állandóan festékes vagy, bárhogy beöltözöl, szerintem az szopás. Sajnálom azokat, akik ezzel foglalkoznak igazából, és nem csodálom, hogy elég sokba kerül egy-egy festés. A válaszokat névre szólóan kérem, és részletesen, elég részletes voltam szerintem, mert nagyon sokat pofáztam csak a te kérdéseiddel. Szívesen. Csibészke kérdezi, látom többen is feszegetik rossz indulattól, hogy hogy lettél VIP. Annyira rossz indulattólak, hogy én inkább nem is kérdezek rá erre. Inkább csak azt kérdem, hogy mennyibe került és kinek kellett utalni. Szerintem írj rá helpdesk menü alatt a staffra. Kérdezd meg tőlük. Ezt ők tudják. Én nem. Ha fizetnem kellett volna, biztos nem lettem volna VIP. De amúgy támogatod az oldalt, akkor sem lesz VIP. Szívás. Szilicsek írta volt csoportársam. Hány hónapban van 28 nap? Hű, egy. Bár lehet, hogy kettő. Nem fogok rágugolozni, de egy az tuti, és az sem mindig. Február. Vagy március. Február. Nem? Tudja faszom, kit érdekel? 28-át azért szeretem, mert hónap vége is olyankor kellene adják a fizetést. Máskülönben leszarom. Hova tűnik a fény, ha lekapcsoljuk a villanyt? Elmegy kirándulni. Hát hova menne? Én alszok, ő meg alszik. Tehát most figyelj. Milyen színű lesz a kamélyen a tükör előtt? Ezt mondjuk tényleg megnézném. Hát szerintem pont olyan. De ez tényleg kurva jó kérdés, bazd meg. Milyen színű lesz a kamélyen a tükör előtt? Szerintem akkor látszik meg az igazi kamélyen. Vagy nem tudom. Megijed magától, aztán összeszarja magát. Hát most... Ez jó. Igen. Ha tudod, hol van a hónod alja, akkor hol a hónod?
fölötte. Nagyon értelmes kérdéseket tettél fel. DJ Tommy kérdezte, mennyit egy hónapi fizetésed? Az a T nem kellett volna oda szerintem. Tehát mennyi egy hónapi fizetésed? Az ilyesmi nem szoktuk feszegetni, illetve mondani. De most csak a kedvedére átszámítom. Google a barátom. Forintra. Tehát körülbelül 138 ezer forint. Tehát ez csak ami a hivatalos munkám alapján van. Tehát mi a hivatalos munkám után kapok. Ezen kívül a plusz melók, meg ilyenek, ezeket nem számítom bele, de azokkal azért egy picit még nő. Nem túl sokat, de azért nő. Plusz még YouTube is hoz nagyon keveset, de az is valami. Tehát gyűlik. Redek kérdezte, hogy volt, ne legyél ideges. Volt! Na, ennyi kérdést tettetek fel. Ezt ki is nyomom itt, le is törlöm. Mert látja a barátnőm, biztos, hogy szétrölgi magát. De egyébként... A faszom ilyen nekem ilyenkor SMS-t. Na mindegy. Tehát, gyakorlatilag akkor ennyi volt ez a videó. Ez csak egy kérdezfelelek van. Lehet, hogy lesz még ilyen. Lehet, hogy nem. Hogy így kiposztolom megint, hogy kérdezzetek. Ha lesz, ha nem lesz, akkor meg nem posztolom ki. Na jó, köszönöm a figyelmet. Nézzétek a videóim, osszátok meg, lájkoljatok, kommenteljetek mindenhova, nem számít. Sziasztok!